Voltunk, vagyunk, leszünk. Ezzel a közös üzenettel indult a Gyergyói Hoki Klub és a Csíkszeredai Sportklub mérkőzése, amellyel a székelyföldi csíki jégkorong 90 évvel ezelőtti alapítására emlékeztek a gyergyószentmiklósi műjégpályán. A Csíkszeredai Korcsolya Egylet első mérkőzését a köztudatban élő 1929-el ellentétben 1931. januárjában rendezték. A helyiek által hokiként emlegetett sportág belopta magát a csíki emberek szívébe. Az eltelt 9 évtizedet sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek jellemezték. Volt öröm és bánat, hiszen a sport már csak ilyen. Viszont ez a sport itt sokkal többet jelent. Azért ne feledjük el, hogy nagyon sok éven át a bukaresti sztárcsapatokkal küzdöttünk, a román katonasággal küzdöttünk, tehát ez egy megnyilvánulási, egy életformává vált a csíkszeredai, a csíki, a székely ember számára, és ma is kicsit más dimenzióban, de ugyanazt jelenti. Először a csíki, majd a gyergyói székely ember is elválaszthatatlanul összefonódott e rendkívül gyors és látványos játékkal. 1948 telén a gyergyószentmiklósi középiskolások néhai Bazilides Tibor testnevelő tanár kezdeményezésére húzta korcsolyát a lábukra. Az alapító mindkét fia, Csaba és Tibor évtizedeken át edzette a gyergyói hokisokat. Az unokák többszörös válogatott játékosok, a dédunoka Péter Zsolt jelenleg a Gyergyói Hoki Klubot erősíti. Édesapám alapította a jégkorong szakosztály Gyergyószentmiklóson, és az első mérkőzést Csíkszeredában játszották 49. januárban, úgy tudom, és 49-es években is volt az első mérkőzés Gyergyóban, a villanyfényes mérkőzés. Az első hokipálya, ami hivatalos, az fent volt a teniszkertben, és én is ott tanultam meg korcsolyázni, még az 50-es években. A Székelyföldi Jégkorong Akadémia egy sok éves álom valóra válását jelentette 2016-ban. A magyar kormány támogatásával Csíkkarcfalvi központtal létrehozott akadémia tevékenysége egész Székelyföldre kiterjed. Célja a megfelelő körülmények biztosítása székelyföldi jégkorongozók számára. Jelen pillanatban 8 központtal dolgozunk, az orvos és a metodika központ mellett felépült 3 jégpálya, sátortetős műjégpálya, és a negyedik most épül, és ugyanakkor építkezésben vagyunk, most készül a 110 fős kollégium is. Az akadémián arra törekednek, hogy növendékeik sportolóként, edzőként, sportvezetőként a székely jégkorong hírnevét örökbítsék. 90 éves jégkorong történelem Székelyföldön, ez kötelez minket is, hogy tudjuk ezt a nagyszerű tradíciót, ezt a székelyek nemzeti sportját, mert mi így szoktuk nevezni, továbbépíteni, továbbfejleszteni, és próbáljunk lehető legmagasabb szintű polgárokat, sportolókat kinevelni a rendszerből. A Csíkkarcfalvi műjégpályán ott jártunkkor egyszerre több mint 100 gyerek volt a jégen. 3 éves kortól már szakemberek foglalkoznak velük. A sportág 90 éves története büszkeséget és egyben feladatot is jelent. A nagyszerű múlthoz méltó jövő építésén dolgoznak az elhivatott szakemberek. Az akadémián modern körülmények között nagy erőkkel zajlik az utánpótlás nevelése. Az egykori karcfalvi hokis álma is teljesült. Abban az időben nem lehetett kellőképpen fejlődni ugye a gyerekeknek, mert ez a rövid pár, 2-3-4 hónap attól függ, hogy a tél milyen hideg volt, nem lehetett felkészülni, és a városiakkal, a csíkszeredei és a gyergyakkal szemben nem tudtunk előképpen edzésket tartani, vagy nem tudtak nekünk edzést tartani. Hát a különbség az hatalmas, a feltételek nem is lehet összehasonlítani, azokat az éveket a mostanival, ma mi látni egy modern hokipályánk van. Az eltelt 90 esztendő alatt a hoki a nehéz időkben is közösségé kovácsoló erő volt. A Székelyföldi Jégkorong Akadémia kiemelt feladata közé tartozik az iskolai felkészüléshez szükséges szakmai és technikai feltételek biztosítása, továbbá a sportolók általános műveltségének szélesítése, hiszen itt nem csak jégkorongozókat képeznek, hanem embereket nevelnek.